A hagyomány szerint január 6-án vízkereszt napján öltöztetjük le a karácsonyfákat és tesszük el a díszeket a következő év decemberéig. Az azonban korán sem mindegy, hogyan szabadulunk meg a leselejtezett fenyőtől. Évről évre előfordulnak esetek, amikor egyes lakók magas lakóházakból kidobják a már nem használt fát. Fontos tudni ugyanakkor, hogy ilyen esetben akár több százezres bírság is kiróható. Beslésünk szerint Nyíregyház a városban olyan 30-40 ezer karácsonyfa illetve fenyőfa válik ilyenkor fölöslegessé, ennek az összegyűjtése mind társaságunkra hárul ennek a munkája. Ugye alapesetből a családi házak elé, a hulladékgyűjtő edény mellé, hogyha kirakják a lakosok, akkor azt a mi kollégáink a hulladékgyűjtő célgépekkel beszállítják, és a nyíregyházi hulladékkezelőbe kerül. A nyíregyházi hulladékkezelő társaság minden év elején meghirdeti karácsonyfagyűjtő akcióját, így önként is dönthetünk úgy, hogy beszállítjuk fenyőfánkat a Korányi Frigyes vagy a Kerék utcai hulladék udvarba. Mindenre január 6-a és 18-a között van lehetőség, az így begyűjtött fákat a környezetvédelem jegyében később komposztálják. Január hónapban kétszer is kifejezetten a családi házas övezeteknél karácsonyi gyűjtés van, ami mindig a naptárunkban jelölünk is, a hulladékgyűjtő naptárba. De ugye a belvárosi részeken lakókat is arra bátorítanánk, hogy idehozzák be hozzánk ezeket a karácsonyfákat. Minden egyes karácsonyfáért egy sorsjegyet adunk, amelyet a január 18-án tartandó sorshúzáson sorsolunk ki 7 darab nyertest, aki egyenként 5000 forintos utalványban részesül. A kezdeményezéshez a nyírv non-profit Kft. is csatlakozott. Azon lakos ugyanis, aki a legtöbb fenyőfent gyűjti össze, és szállítja be a két hulladék udvar valamelyikébe egy tízezer forint értékű parkolási utalványt kap.